A gyerekek műsoraival és ünnepi megnyitóval kezdődött a tanév kedden reggel a nyíregyházi Bem József általános iskolában. Itt évfolyamonként három osztályban átlagosan 29 fős létszámmal kezdik meg a tanítást. Az idei tanév június 15-ig tart, és 181 tanítási napból áll. Iskolánk a nyíregyházi Bem József általános iskola három tagintézményével együtt 1470 gyerekkel büszkélkedhet. Itt a Székhely intézményben, a Bem iskolában 670 gyerek jár. Az idei évben mintegy 100 elsős és ugyanannyi nyolcadikos kezdte meg a tanévet ebben az iskolában. Első osztálytól kezdve kezdenek el a gyerekek angol nyelvet tanulni, heti egy órában, majd másodikban heti kettőben, harmadik, negyedikben heti háromban, és ötödik évfolyamtól lehetőség van arra, hogy a gyerekek a szintjüknek megfelelően heti három, heti négy vagy heti öt órában tanulhatják az angolt, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az előző tanévben 24 gyereknek sikerült középfokú nyelvvizsgát tennie 8. osztály végén. Az Rényi Ilona gimnáziumban a tanévnyitó után osztályfőnöki órákkal indult a szeptemberi tanítás. Az első két évben nincs tagozat, viszont már akkor is a nyelvi képzés megalapozására helyezik a hangsúlyt. Az utolsó két évben viszont fakultációkra jelentkezhetnek a hallgatók, akiket így emelt szintű tantárgyakkal készít fel a gimnázium a felsőoktatásra. Elindult a tanév, ma reggel az udvaron megtartottuk a 98. tanévünk évnyitóját. Ez mindig nagy esemény természetesen egy iskola életében, számtalan új feladattal. A felelősséget növeli, hogy nagyon-nagyon sok gyermek jár az iskolában. 21 osztállyal kezdjük most a tanévünket, még nyilván ez nem a pontos októberi statisztika, 650 gyerekkel indulunk. Külön öröm, hogy a négy osztályt, az induló négy osztályt, a 9-eseket sikerült maximálisan feltölteni, tehát egy olyan 130 gyerek juthatott be a közel négyszeres túljelentkezés után a Zrínyi Ilona gimnáziumba, és remélem, hogy az értékrendszerünket követve ők is sikeresen eljutnak majd az érettségig. A tanév kezdést számtalan változás érinti, például a következő érettségi vizsgához már szükséges lesz a közösségi szolgálat teljesítése, továbbá mostantól az általános és a középiskolák összes évfolyamán kötelező lesz a mindennapos testnevelés, ami egyes intézményekben infrastruktúrális nehézséget okoz. Idén már az elsőtől a harmadik osztályig kapják ingyen a tankönyv csomagokat a gyerekek, a felsőbb évfolyamokon viszont megmaradnak a rászorultsági alapú támogatások. Szeptembertől várhatóan a menzákon is változás lesz, kevesebb egészségtelen, zsíros és túlfűszerezett ételt kapnak majd a diákok.